Na, sziasztok! Ugye a mai nap folyamán nem más fogunk csinálni, mint a utánfutót fogjuk folytatni, és ez nem más, mint Agró Gyula fonetikus. Ugye ez a projektünk, ez már lassan már több mint 2-3 éves. Ugye egy éve áll így, hogy ki van szedve ugye a kerekei, úgyhogy ezt fogjuk mai napon csinálgatni. Ma van 10. hó, 23. Láthatjátok, itt azért vannak porok, amiket jól el kéne távolítanunk. Erre feküdt fel ugye a lemez, tehát láthatjátok, az idő eltelt, de még mindig anyagból. Jó, meg kell tisztítani. Le lesz szépen festve, és előtte nagyon jól le fogjuk tisztítani. Csiszolás, rongyol átörölgetjük, hogy azért a festék, ha lefestjük, ne legyen az, hogy lepattog, stb. Tudnám ezt részletezni. Ugye nagyon fontos a tisztítás. Ugye valamit festesz, akkor nyilvánvaló megtisztítod. Minőségi munkához minőségi tudás is kell. Ugye? Na jó, aztán ezt fogjuk most ugye megcsinálni. Ugye voltak baklövéseink, első ízben elkezdtük legletelni a lemezt, de aztán lement a glet. De nem baj, mert tanuló pénznek ez nem volt rossz, én azt mondom nektek. Hibázni, az néha kell, hogy megtanuljuk, hogy mit lehet és mit nem. Na jó, aztán ezt fogjuk így mond megcsinálni. Mai napra ezt terveztem be. Ha minden jól megy, akkor még akár máma le is fogjuk festeni. És akkor ezt ugye le is fogjuk takarni, hogy az eső ne is csesztesse a szép munkánkat. Úgyhogy, tartsatok velem! Na, hát akkor végig szeretném kommentelni, hogy mik is történtek mai nap folyamán. Na, hát akkor bővebben csak annyit, hogy ezeket a szegecs maradványokat kivésegettük, hogy a csiszolás egyáltalán ne zavarja. Láthatjátok. Na hát, és nagyjából megtisztítottuk, meg a tisztítás folyamata még zajlik. Én azt hiszem, most be fogok menni kajóni, ebédelni magyarul, ne haragudjatok. És akkor ez most ilyen. Meg ugye anó még azt csináltuk ezen a dolgon, hogy ugye, ja, itt is kell van csavarlazítás, ugye sok eső miatt ez ugye berosdásodott, és nehezen lehet kinyitni ennek. Nagyon, nagyon jól kéne. Hát majdnem. Így be kell járatni. Oda is fogunk tenni majd kis olajat, rozsdalazítóval. Na, úgyhogy. Meg sárvédőt az mindenképpen le fogjuk szerelni. Kap úgy, legalább ezt a gumit lecseréljük. A fém az marad. Jó, masszív egyébként ez a kocsi. Tehát amit olyan, azt meg fogjuk csinálni. Már bordák azok ugye megvannak. Le fogjuk festeni. Lesz, nem holnap fogunk ezzel foglalkozni. Úgyhogy lesz videókészítés, lesz képkészítése. Úgyhogy egyébként ez a kocsi nagyon masszívan meg van építve. Szóval nem az eredeti tulajdonos azt tudta, hogy ennek sok évet élnie kell. És ugye a teljesen olyan gyári kivitelű lett, én azt mondom nektek. És természetesen ez nem került sorozatgyártáson, mert házilag készítették. De egyébként
Ilyent kéne falukba gyártatni. Ilyen masszívot, mert ez még azt mondom nektek, hogy össze van rakva, van anyag. Felnéklem ezt, azt én úgy szeretném, hogy azért ne, hát ha lehetne, akkor vastagabbat szeretnék belerakadtatni. Hát ugye, még azt is ugye el kell menni egy ilyen vastelepre, vagy ahol árulnak ilyen áruházakba ezeket a lelmezeket, és akkor jó lesz minden. Tehát azért mondom, az oldallemezek azok nagyon jók. Tehát azokhoz nem is akartam hozzányúlni, az ugye mind idő. Most érted, most leveszem a oldallemezeket is, tehát innen, onnan, hátul, innen, előről, de pluszba sárvédőhöz is hozzá kell nyúlni. De igen, én meg ezt nem szeretném. Meg a sárvédő, azt mondom, oké, de én még el se szeretnék nyúlni. Most ugye, ami tényleg igazából, ami tényleg nagyon fontos, nagyon lényegre törő, az a fenéklemez. Ugye, ezt a belsejt töltjük meg ugye a utánfutónak. Leginkább a súly itt bizonyít. Meg ugye, így lehet látni keréknél is azért elég jó az a tengely, úgyhogy még az is masszív kivitelőre készítette a tulajdonos, úgyhogy gyakorlatilag ez masszív, gyerekek, ez még egy 20 évet biztosan ki fog bírni, úgyhogy igen, gyerekek, ezt azért példaérték, aki ilyent csinál a mai világba, én szerintem. Most ebből ennyi. Sziasztok! Már is foglaltuk a helyünket, nem tudom mennyire látjátok, bent vagyunk a utánfutónak a belsejébe. Úgyhogy itt el fogjuk kezdeni a csiszolást. Úgyhogy amolyan felesleges rozsda vagy festék, az ugye lejön. Ami olyan, ha nem jön le, az a festék beátakarja. Itt annyi a lényeg, hogy a felesleges cuccot azt ugye mindenképpen el kell távolítani. Ugye rozsda oldóval le is fújtuk, de láthatjátok, elég jól feljön. Igazság szerint ez kalapáccsal lenne célszerű ezt ugye eltávolítani. Így a tengely is megcsiszoljuk. Hobbsz gyerekek, elég kiszállni. Tehát láthatjátok, hogy azért nagyjából lejön összességében ennyi. Ugye volt szó arról, hogy miért nem szedem le így oldallemezeket is.
Hát az oldalam ez az ugye gyakorlatilag nagyon jó állapotban van. Itt ami nagyon nagy hangsúlyt kellett fektetnem, az ugye a fenéklemez. A fenéklemez az ennél sokkal rosszabbul nézett ki. Be voltak horpadva, voltak már lyukok rajta. Tehát egy mindenképpen az volt a megoldása, hogy akkor fenéklemezt, azt kicseréljük. Viszonylag az oldallemezek így szabad szemmel is nagyon korrekt, nagyon jó állapotban van. Nem tudom, ti mennyire láttok előle. Úgyhogy összességében ez ilyen. Már a fenéklemez meg lesz, gyakorlatilag oldalt is letisztítjuk nagyjából, hogy azért ne legyen koszos, hogy a festék, amikor festjük így a oldalát, akkor ne kelljen még egyszer rádolgozni. A koszt azért mindenképpen célszerű ugye eltávolítani, mert ez a por vagy rozsda, vagy akármilyen anyag rajta van, akkor hiába festem rá, ledobja ugye a fém, ugye a festéket. Ez aki benne mozog a szakmában, annak nem is kell mondanom. Úgyhogy ez most ilyen. Még ezeket elkalapáljuk, és akkor gyakorlatilag lecsiszoljuk nagyon fajintosan, és akkor összességében ennyit. Akkor ezzel a AA kötőjel 120-szal fogunk dolgozni, úgyhogy nem lesz külön gyereket ide beszállni, de szépen beülünk, és akkor így elkezdjük a csiszolást. Nagyon jó. Van még egy kis kilóg, nagyon jó. Thank you.
Meg annyit szerintem, hogy itt a... Van itt... Itt, ami tartott ezeket a fékeket, ezeket flexel le fogjuk vágni. Mindenféleképpen. Majd erre valami más megoldást fogunk majd kitalálni. Hát ugye a fék... Gyakorlatilag az is mondhatni fékrendszer. Az ugye... Mechanikus fék. Tehát ugye... Itt nem tudom mennyire látszik kamerán, itt lenyomtad a féket, és itt kerék előtt volt ugye kettő tartó, ami ugye gumival volt ugye megoldva. Ez. Hát ez is gyakorlatilag nagyon gyatrárul néz ki. Tiszta rozsda, tehát ezt mindenféleképpen ugye vagy újat kell rátenni, vagy valamilyen más megoldást kell itt kitalálni. De az elsődleges dolog az, hogy ugye itt belül megcsiszoljuk, megmunkáljuk, és akkor kitisztítjuk meg minden, és lefessük, és a fenéklemez az ugye be fog kerülni. Tehát ugye itt az alját azért gondoltam, hogy azért tartom fontosnak, hogy ugye ez tartja össze végül is az egész utánfutót. És akkor ezt fontosnak tartom, hogy akkor csináljuk meg tisztességesen, és akkor majd igen, hogy ez azért mégis ezt tartja össze utánfutót, ez nagyon fontosnak tartom, hogy legalább ez legyen meg. Ugye az oldalát én nem tartottam ugye fontosnak, nem is az fontosnak, ez még jó állapotban van. De viszont itt legbelül már be voltak horpadva, vagy be volt horpadva a lemez, ki volt lyukadva, tehát ez azért már próbáltam ugye glettel ugye ezt kijavítani, de az eső meg a nap is hozzájárult, feljött a glett, tehát úgyhogy most így oldjuk meg. Szerintem ez lett volna célszerű megoldás amúgy is, hogy felszedtük volna a lemezt. Na jó, mindegy, aztán az ember azért csak tanul ebből, abból. Úgyhogy összességében kézzel csiszoljuk, géppel vagy hozzáférünk, vagy nem. Az ma más kérdés, meg így sokkal praktikusabb a megoldás, hogy így megcsináljuk. Úgyhogy. Van itt ugye még. Egy sarkain itt eléggé meg kell csiszolni, de por itt azért elég rendesen ráment, rászáradt.
Na, itt tartunk. Ennél a dolognál, itt hagytuk abba. Hát most akkor ilyen szerelések lesznek. Tehát a csíszolás is eléggé jól haladunk, ott megsérült, de majd kijavítjuk. Ja, másképpen ezt nem tudjuk ugye levenni. Na, hát ezt még itt jobban kitöröljük, kitakarítjuk. Tehát összességében jó munkát végzünk jelen esetben. Szóval, hát ettől ugye mindenképpen meg kell szabadulnunk, mert ugye nagyon rozsdás, majd a féket is valamilyen más, milyen technikával fogjuk megoldani. Majd azt még elválik, hogy mit, hogyan. Most már azért haladunk, majd bekerül a fenéklemez, meg így a belül az oldalát is. Megkicsinek nagyon faszára, le lesz festve, és ezért máshogyan fog ez még kinézni. Hát ugye azért annyiban még ki szeretném egészíteni ezt a egész dolgot, nem hittem volna egyébként, hogy ilyen nagy munka lesz. Én csak azt hittem, hogy gyorsan lecsiszoljuk, és akkor kész. És ugye észrevettem, ha már ennek az egésznek nekiálltunk, akkor a fenéklemezt is vegyük ki. Kivettem, és ugye most lepődtem meg, mikor kivettük múltkor. Arról ugye nem készült videó, de se baj. Kósz rozsda maradvány. És ha már kivettük a fenéklemezt, megtisztítottuk ugye a bordáit, akkor már vegyük ki a féknek a tartóját is. Hát aztán lesz majd valahogyan, ahogy mondani szoktam. Ez a, ugye nekiálltunk, mégis ezen gyakoroltunk, úgymond. Elsőleg gyorsan befestettük pirossal, és a hibák így felmerültek, és akkor egyre jobban kíváncsi voltam erre a dologra, és akkor ennek eredményeként jött alapul az, hogy akkor vegyük ki ezt a féktartót. Ez már amúgy is terve volt, és utána jött az, hogy fenéklemez. Meg ugye volt olyan, hogy elkezdtük a fenéklemezt glettelni, és ugye mondták a komment szekcióban, hogy ne így, ne úgy, hát ugye mentem a saját fejem után, amihez ragaszkodok általában, nem szoktam engedni, és ugye a glett ugye berepetezett, tehát az eső is hozzátett egyébként, meg ugye ez a nagy meleg, mert ugye nyáron készült ez, tavaly nyáron, arra még emlékszek is. És ugye összességében az ember tanul, ez a utánfutóval sincsen ez másként. Ugye követtem el hibákat, és ugye most azon vagyok, hogy ugye ezeket a hibákat kijavítsam. De ugye milyen készen lesz ez a csoda, ezt ugye meg is fogjátok nézni. Most ugye erősen benne vagyunk a dologba. Máma jó lesz ugye lefesteni, és akkor egyelőre DJ Hawaii lesz. Jövő hónapban fenéklemezt meg fogjuk venni. És ugye összességében ennyi. Hát a felni az még nyílt titok, hogy mi lesz. Lehet, hogy veszünk nagyjából jó kinézetű gumikat felnivel együtt. Hát, nyilvánvaló vagy Trabant, vagy Lada felni kereket szeretnék belerakatni. Hát ugye picikét menjünk vissza időben, mert ez azért retro eszköznek fog kinézni, majd aztán meglepetés lesz, hogy hátul mi fog benneteket fogadni. Ez még nyílt titok, de tudjátok, Agró Gyula fanatikus, mai nap ugye volt szerelés, lecsavarjuk ezeket a féktartókat, ez a vasrudat, és akkor még festésről lesz egy kis videó, és akkor felkerülnek a YouTube-ra.
Ups, ki is kapcsoltam. Na, ez ilyen lesz. Úgyhogy... azon ne is törődjetek, az oldala milyen. Úgyis mire belemegy a fenéklemez. A fenéklemez ugye... az is felkete lesz, és a... és a... belül az oldalemez az ugye piros színt fogja megkapni. Tehát... ez most ilyen. Most hagyjuk, hogy picikét száradjon. És akkor... hopp! Azért elég rendesen. Gyerekek, most azt hozzátenném, ugye ez ugye alapba véve egy is munkaeszköz. Ugye külseje, ugye kapott azért több réteg festéket is. De azért a külsejét se bízzuk a véletlenre. Tehát gyakorlatilag nem igen látunk kopni festéket, max itt, de ez ezt ugye nem fogjuk levenni. Lehet azt a sárvédőt le fogjuk venni, de még azon még gondolkozok, de valószínű. A oldalemezek azok megmaradnak. Sárvédőt lehet, hogy le kéne, amíg ezt ki fogjuk találni. Na, gyerekek! Ugye még egy honnesprés festékünk, én prés sprének hívom, spré, ne haragudjatok, ez ugye ez egy matt fekete, úgyhogy nem fényes, ja, meg is mutatom nektek. Na, hát erről van szó, én ezt a festéket vettem. Ez a matt fekete spray. Remélem jól ejtem ki. Tehát összességében... a festék az ilyen. Én ugye ezeket úgy hívom, hogy sprés festék. Tehát spray. Olyan, mint a spray. Na jó, végülis az is. És akkor a mai munka
az ilyen. De azt a szélén azt a mókerolást ne nézzétek. Ad ugye rajta lesz a fenéklemez. Az is a felket a szint fogja képviselni. Szóval. Meg az alvázát fogjuk még befesteni feketére. Az összességében jó lesz így. Jó lesz így szerintem. Úgyhogy úgyis a külseje, ami nagy tisztítás fog igénybe venni. Hát ugye azért volt itt eső, volt itt szél, itt azért már mindent kibírt ez a utánfutó. Szóval összességében ennyit erről. Szóval nagyon jól karbon lesz tartva, akkor ez nagyon jó kis darab lesz. Tehát most ugye csiszoltunk, tisztítottuk, jól áttöröltük, jó alaposan. Összességében amennyire kellett, megcsiszoltuk. Azt a festéket még nagyjából becsiszoljuk, és akkor rámegy a még egy rétegű fekete festék. És akkor most hagyjuk, hogy hadd száradjon. Ugye azért is fogjuk átcsiszolni, mert ugye a szél ugye kint van szabadon. Ugye ráhordja a port, átcsiszoljuk. Sajnos másképpen nem tudjuk ezt megoldani. Nincsen akkor a műhelyünk vagy fedett rész. Ezt most szabadtéren tudjuk megcsinálni. De természetesen a szél most hozzájárul, és ugye gyorsabban meg is fog száradni. Úgyhogy Agró Gyula és az utánfutója. Úgyhogy Agró Gyula fanatikus. Köszönöm szépen mindenkinek, aki ezt a vlogomat megnézi, és ne felejtsétek el videóimat osztani. Na, sziasztok!